A kilincsmű utolsó alkatrésze a rugó. A rugó egy körkeresztmetszetű rugóhúzal hajlításával, illetve tekercselésével áll elő. Az ilyen alkatrészek a SolidWorks-ben, meg a hasonló rendszerekben söpréssel állíthatók elő, tehát egy keresztmetszetet, egy profilt fogunk végigvinni valamiféle vezérgörbén. Először a vezérgörbét csináljuk meg. A vezérgörbe három jellegzetes részre osztható. A jobboldali vége a rajznak megfelelően egy síkgörbe, a középső része a vezérgörbének egy csavarvonal, és a baloldali végződés pedig egy térgörbe. Csináljuk meg először a csavarvonalat. Ehhez először egy kört kell vázolnunk, méghozzá a right síkra. Okay. És most nem origó középpontú kört rajzolunk, hanem a kör középpont valahol az origón kívül van, és az origón menjen keresztül a kör, tehát ahogy a sugarat definiáljuk, az a pont legyen az origóban. Rendben. Állítsuk be a kör középpontját úgy, hogy pontosan az origó fölött legyen függőlegesen, tehát válasszuk ki a kör középpontot, meg kontrollal hozzá az origót, és kérjünk egy függőlegességi kényszert, tehát egy vertical kényszert. Rendben. 45 mm az átmérője ennek a körnek, tehát beméretezzük 45 mm-re az átmérőt, így, és ezt a kört felhasználva tudunk létrehozni egy csavarvonalat. Keressük meg az építőelemek eszköztárában a curves, tehát görbék csoportot, és azon belül megtalálhatjuk a helix and spiral, tehát csavarvonal és spirál eszközt. Válasszuk ki legelőször, hogy mely adatokkal fogjuk ezt a csavarvonalat megadni. Pitch, tehát a menetemelkedés, revolution, tehát a körülfordulások száma, menetszám, illetve height, a magasság, ami megadható. Itt most nekünk a teljes magasság és a menetszám, a körülfordulások száma, amit ki tudunk találni. Illetve még lehetne választani a spiral, tehát spirál lehetőséget, de most erre nincs szükségünk, hiszen a spirál az egy síkgörbe, mi viszont egy csavarvonalat, egy térgörbét akarunk csinálni. Tehát height and revolution. A csavarvonalnak, axonometrikus nézetre váltok, hogy jól lehessen látni az eredményt. A csavarvonalnak a teljes magassága az 20 mm lesz. A valóságban persze ez úgy lenne kialakítva, hogy a menetek szorosan egymás mellé lennének tekercselve. Nem lenne jó ötlet, hogyha a menet emelkedést próbálnánk megadni a rugóhúzal vastagságának megfelelően, mert 4 mm ugyan a rugóhúzalnak az átmérője, de nem 4 mm a menet emelkedés, mert akkor már egymásba metszenének az egymás melletti, egymásra fekvő menetek. Tehát itt egy kis csalást alkalmazunk, 20 mm-es lesz a teljes menetemelkedés, és így egy kis teljes magasság a csavarvonalnak, és így egy kis hézag lesz majd a szomszédos menetek között. 4 a menetszám, leszámolhatjuk a rajzon. Rendben van. A reverse direction lehetőséggel választhatjuk ki, hogy merre felé haladjon a csavarvonalunk, nem kell beixelni, akkor lesz jó az eredmény. És a kezdő szöget állítsuk be a megfelelő értékre. A kezdő szöget állítsuk 270 fokra. Mert akkor megfigyelhetjük, hogy a csavarvonalunknak a kezdő pontja az éppen az origóba fog kerülni. Itt látjuk a kezdőpontot, most az origóba került. Fontos még, hogy beállítsuk a menetemelkedés irányát, hogy jobb menetű vagy bal menetű-e a csavarvonalunk.
nekünk counterclockwise-ra kell állítani ezt a lehetőséget, akkor lesz megfelelő a menetemelkedés iránya. Fogadjuk el a beállításokat, és így létrehoztunk egy térgörbét, egy csavarvonalat. A következő elem, következő része ennek a görbének, ez a sík görbe lesz, ami az innenső kampója ennek a rugóhúzalnak. Ezt a sík görbét egy közönséges vázlattal fogjuk előállítani. Ennek a sík görbének a top sík lesz a vázlat síkja. Figyeljük meg, hogy mivel a kezdőpont szögét 270 fokra állítottuk, ezzel a rugóhúzal, vagy ennek a csavarvonalnak a kezdőpontja éppen az origóba került. Így ezek szerint a kezdőpont, az origó, az benne van a topsíkban, és mivel négy teljes fordulatot ír le a rugóhúzal, a csavarvonalunk, ezért a végpont is éppen a topsíkba kerül. Vázoljuk a kampós végződésnek a vonalait. Ne próbáljuk egyelőre csatlakoztatni a görbét, hanem rajzoljunk egy Z-tengely irányába haladó vonalat, amire függőleges kényszer lenne vonatkoztatható a vázlatsíkban, majd egy erre merőleges vonalat, egy vízszintes vonalat az X-tengely irányában, és újból egy visszafelé haladó Z irányú vonalat kell rajzolnunk. Így valahogy. A következő feladat, hogy csatlakoztassuk a vázlatunk vonalait a csavarvonalhoz. Megpróbálhatnánk sima vonszolással, hogy össze egymásra dobjuk ezeket a végződéseket, sajnos nem sikerül. Megpróbálhatnánk egyéb megoldásokat. A trükk az, hogy ki kell választani a végpontját ennek a nem, elnézést, ki kell választani a csavarvonalat valahol itt a végpontja közelében, és kontrollal ki kell választani a vázlatunk egyenes vonalai közül a legelsőnek a kezdőpontját. És így a Pierce parancsot, tehát a döféspont parancsot kell választanunk. Tehát ott lesz a kiválasztott pont, ahol a csavarvonalunk döfi a vázlatsíkot. És ez a döféspont, ez éppen a csavarvonal végpontja. Így lehet csatlakoztatni ezeket a görbéket. Adjuk meg a méreteket, amiket a rajzról le tudunk olvasni. Ez a hosszabbik vonal, ez 37 mm hosszú. Szöveges megjegyzésként megtaláljuk a rajzon, hogy a két végződés azonos kialakítású, tehát ez a szakasz, ez a rugó másik végén van beméretezve, hogy ez 15 mm hosszú, illetve ez a kampós rész, ez pedig szintén a másik végén látjuk a méretet, 14 mm hosszú. Persze a valóságban a rugóhúzalt ilyen éles szögben nem lehetne meghajlítani, tehát ide nekünk lekerekítéseket kell készíteni. Most ilyen vázlatbeli lekerekítéseket csinálunk, tehát ezt a sketch fillet eszközt választom ki. A sugár szintén szöveggel van megadva a rajzon, hogy 4 mm-es sugarú a rugóhúzal hajlítása. Így, és most pedig szépen egymás után az éles sarokpontokon kell kattintanunk. Itt és itt. Oké. Létrejött a két lekerekítés, és megfigyelhetjük, hogy elég sok kényszer született itt a vázlatunkban. A SolidWorks egyenlővé tette a két lekerekítést, hogy csak egyszer legyen beépítve ez a méret a modellünkbe. Beépítette az érintőleges csatlakozásokat, megőrizte a korábban megadott méreteinket úgy, hogy a metszéspontokra vonatkoztatja a hossz méreteket.
Tehát elég sok minden történt itt a háttérben. Oké, ebből a vázlatunk elkészült. Lépjünk ki a vázlatból a változások megőrzésével. A túlsó vége a vezérgörbének az egy térgörbe, tehát azt nem egy közönséges vázlattal, hanem egy 3D-s térbeli vázlattal fogjuk elkészíteni. Itt a szokásos vázlat eszközzel egy csoportban találjuk a 3D sketch térbeli vázlat eszközt. Elnézést véletlenül. Tehát itt beléptem egy vázlatba véletlenül, tehát az előző vázlatot bezártam, kiléptem belőle a változások megőrzésével, és itt a szokásos vázlattal egy csoportban találjuk a 3D-s vázlatot. Rendben. Itt nagyjából ugyanazokat az eszközöket tudjuk használni, egyeneseket, köröket, téglalapokat, stb. Tudunk rajzolni. Némi különbségek azért lesznek. Tehát rajzoljunk egyenes szakaszokat. Az első szakasz az a csavarvonalnak a kezdőpontjából indul. Szerencsére így rá tudunk kattintani, tehát el tudjuk intézni rögtön a csatlakoztatást. Így. Viszont megfigyelhetjük a kis pillanatilag aktív koordinátarendszert, hogy ez nem jó a mi céljainknak. Mi éppen ennek a kis helyi koordinátarendszernek a Z-tengelye irányában szeretnénk vonalat húzni. Ha a tab billentyűt megnyomjuk a billentyűzeten, akkor szépen ciklikusan válthatunk a különböző koordinátasíkok között, és találhatunk olyan elrendezést, hogy tudjunk a Z-tengely irányában vonalat húzni. Így valahogy. Majd utána függőlegesen az Y-tengely irányában szeretnék haladni valahogy így. Most megint a tabot meg kell nyomni, hogy az X-tengely irányában tudjunk menni. És ismét tabbal keresek egy olyan tengely állást, hogy tudjak függőlegesen az Y-tengely irányában lefelé jönni. Eszképpel abba hagyom a vonalak rajzolását. Ilyenkor érdemes egy kicsit a nézetirányt megváltoztatni, körbeforgatni a modellt, hogy meggyőződjünk róla, hogy valóban arra felé mennek a vonalak, mint ami a szándékunk volt. Méretezzük be a megrajzolt szakaszokat. Ez a szakasz 34 mm-es, ez a fölfelé jövő része 40 mm, aztán keresztbe 15 mm, és végül lefelé pedig 14 mm-es szakaszt kell kapni. Rendben van. Szintén meg kell csinálni a lekerekítéseket, tehát itt is a sketch fillet eszközt használom, 4 mm már be van állítva, és az éles sarkokon kattintva létre tudjuk hozni a hajlítási sugarakat. Így. A vázlatunk határozott. Ebből a vázlatból is kilépünk a változások megtartásával. Tehát most három különálló görbénk van, egy csavarvonal, egy síkgörbe, egy közönséges vázlat, és egy térgörbe egy 3D-s vázlat. Most egy összetett görbében egyesítem ezt a három különálló görbét. Itt a Curves csoportban, a görbék parancsai között megtaláljuk a Composite Curve, tehát az összetett görbe eszközt. Szépen sorban ki kell választani, hogy melyek azok az elemek, amiket bele szeretnénk venni ebbe az összetett görbébe. Mind a három korábban megrajzolt görbénket kiválasztjuk, és leokézzük. Így létrejött egy ilyen összetett görbe, aminek része a három görbe. Ezeket most már egy egységként kezeli a SolidWorks. Ezzel a vezérgörbét elkészítettük. A következő feladat, hogy készítsük el azt a vázlatot, ami a profilt tartalmazza, ennek a söprésnek a keresztmetszetét. Itt egy
Síkot kéne választanunk, csak most éppen nincs olyan sík, ahol el tudnánk végezni a vázolást. Egyik fő sík sem alkalmas, hanem kell egy saját síkot definiálnunk itt a összetett görbének valamelyik végpontjában. Legyen például ez a végpont. Síkot úgy tudunk definiálni, hogy megkeressük itt a reference geometry, tehát a referencia geometria csoportot, és ott a plane parancsot választjuk. Mint ahogy ezt ábrázoló geometriából megtanultuk, síkot nagyon sokféleképpen lehet definiálni. Itt éppen úgy fogjuk definiálni a síkot, hogy egy pontját adjuk meg ennek a leendő vezérgörbének a végpontját, és a görbének a normálisát, tehát elnézést, a síknak a normálisát, a síkra merőleges egyenest adjuk meg, ami pedig az összetett görbének ez a legelső kezdő szakasza lesz. Így tehát egy pont és egy egyenes szakasz és egy merőlegességi tulajdonság határozza meg ennek a síknak az állását. Látjuk a előnézetben, hogy létre fog jönni ez a sík. Rendben van, és ez a sík, ez az egyedileg definiált sík lesz a vázlatsíkunk. Ebben kell nekünk egy kört vázolnunk. Megint hiába próbáljuk a körközéppontot rátenni a vezérgörbe kezdőpontjára, sajnos nem fog sikerülni, hanem valahol elhelyezzük ezt a középpontot, megrajzoljuk a kört, beméretezzük 4 mm átmérőjűre. Így. És megint a Pierce kényszer lesz, ami segítségünkre lesz. Tehát kiválasztjuk a kör középpontját, valamint kontrollal a vezérgörbének a legelső szakaszát, és Pierce kényszert kérünk, tehát ott lesz a kör középpont, ahol ez a kiválasztott vonal döfi a vázlatsíkot. Így tudtuk rátenni a körközéppontot a vezérgörbe kezdőpontjára. Rendben van, ezt a vázlatot is elfogadjuk, ebből is kilépünk a változások elfogadásával, és végül jöhet a söprésnek a létrehozása. Az anyaghozzáadási parancsok között találjuk meg a swept boss parancsot. Tartozom az igazságnak annyival, hogy itt ki lehetett volna választani a circular profile, tehát a körkörös profil lehetőséget, és akkor egyből a kör alakú vázlat elkészítése nélkül meg lehetett volna csinálni ezt a rugóhúzalt, de tanulságos volt elkészíteni a vázlatsíkot és magát ezt a kört is. Tehát először kiválasztjuk a profilt, ami ez a kör, majd kiválasztjuk a vezérgörbét, ami pedig ez az összetett görbe. És az előnézet már mutatja is, hogy hogy fog kinézni a rugónk, csak el kell fogadni a beállításokat. Így. Itt most valamiért a vezérgörbe az látható maradt. Hogyha ez zavar minket, akkor megkereshetjük az építőelemek listájában. Rákattintunk, és a helyi menüben a Hide, tehát elrejtés parancsot választjuk, hogy ne jelenjen meg fölöslegesen ez a görbe a rajzunkban, a modellünkben. Mentsük az alkatrészt, és ezzel az összes alkatrészét elkészítettük a kilincsműnek.